A parlagfű pollen koncentrációja ezekben a napokban csúcson van. Sokan szenvednek emiatt tüszögéstől, orrfolyástól, könnyezéstől. A szakorvos szerint a tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert súlyos szövődményei is lehetnek. Miskolcon a rendészet munkatársai egész évben ellenőrzik a parlagfűvel fertőzött területeket, de az a tapasztalatuk, hogy egyre kevesebbszer kell intézkedniük. A magyar lakosság 20%-a allergiás a pollenekre. A napokban a parlagfű pollen koncentrációja elérte a csúcsot. Sokan panaszkodnak tüsszögésre, nátha jellegű orrfolyásra, ordugulásra, fejfájásra, torokviszketésre vagy köhögésre. Nagyon nem jól érzem magam, nagyon nem jól. Ma is olyan nehezen keltem, sokat fulladok. Pipám van. Többször be kell fújnom. Akik rendszeresen felső légúti tünetekkel küzdenek, érdemes allergiavizsgálatra menniük. Az alkar hajlító felszínére tisztított allergén kivonatot, fehérje kivonatot csöpögtetünk föl. Ez tartalmazza a Magyarország leggyakoribb allergényeit. A tüdőgyógyász szerint az allergia tüneteit nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert akár szövődményekhez is vezethet. Érdemes az enyhe allergiás tüneteket is már szakszerűen kezelni, mert ez esetleg segíthet abba, hogy az allergiás aszma ne alakuljon ki. Abban az esetben, ha a betegeknek jellegzetes tünetei vannak, orrfolyás, ordogulás, szemkönnyezés és köhögés, akkor érdemes orvoshoz fordulni. A parlagfű pollenje még hónapokig okozhat tüneteket az arra érzékenyeknél. A parlagfű azonban nem csak allergiát okoz, de helyet, tápanyagokat és vizet veszel más növényektől. Írtásáról egy új rendelet szerint egész évben kötelesek gondoskodni a telek tulajdonosok. Ezt a rendészet ellenőrzi, amelynek már eredményei is vannak. A földhasználók jogkövető magatartásának köszönhetőleg már nagyon kevés, szinte nulla azon területek száma, nagysága, amelyek ezzel az allergén nyomnövénnyel szennyezettek. Idén a rendészet munkatársai csak nem 20 alkalommal éltek jelzéssel a földhivatal felé parlagfűes területek miatt. Ezek kizárólag Miskolc külterületeit érintették.